Íves, szögletes, fekete vagy színes napszemüvegkeret. Szinte mindegy, hogy mit választunk, idén-nyáron trendi lesz a viselője. Vásárláskor azonban ne csak az esztétikai szempontokat vegyük figyelembe. A napszemüveg legyen ellátva CE jelzéssel. Ez a jelölés garantálja, hogy a napszemüveg az európai irányelvek által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelel. Egy jó napszemüveg ismérve az, hogy tökéletes legyen az UV védelme. Ez a mai világban nagyon fontos, mert az UV sugárzás rengeteg problémát okoz. Többek között a szürkehályok kialakulásában is fontos szerepe van az UV sugárzásnak, illetve számos szembetegséget okoz a magas UV sugárzás, illetve egyre több a fényérzékeny ember. Valóban megnőtt a napsütéses órák száma, és most már egyre kevésbé toleráljuk az erős fényt. Ez elsősorban akkor van így, hogyha vízparton is vagyunk, mert ott még vissza is verődik a víztükörről a fény. Akinek egészséges a szeme és nincs szüksége semmilyen korrekcióra, annak tényleg csak arra kell figyelnie, hogy a keret jól álljon, és a lencse színe kényelmes legyen, megfelelő legyen például az adott sportoláshoz. Mindenféle sporthoz lehet speciális színezettségű és szűrős képességű lencsét rendelni. Itt mutatok is egy pár darabot, például biciklizéshez ezt a színt, vitorlázáshoz van egy ilyen speciális lencse, amiknek a közepe világosabb, alul felül sötétebb. Ez is egy, hogy a tengervíz ne zavarja a szemünket, illetve a felüljövő nap. A lövészethez speciális szín, de ez beltéri lövészethez, ez a kültérihez. Itt az átmenetes színeket láthatjuk, ami szintén nagyon-nagyon divatosak mostanában, és nagyon sokan szeretik, kedvelik. Itt a síeléshez láthatjuk, a golfhoz két szint, golfozáshoz. Ezek olyan speciális színárnyalatok, amik jobban kiemelik a fűszínét, jobban látjuk benne a golflabdát. Nehezebb a megfelelő napszemüveg megtalálása akkor, ha valaki a hétköznapokban is kénytelen szemüveget viselni. Erre megoldás lehet a mágneses előtét lencse, de más opció is létezik, például a fényre sötétedő napszemüveg. Ezt bármilyen keretbe bele lehet helyezni. Ami nagy előnye, hogy ez egy indikátor lencse, konkrétan az UV sugárzás mértékére reagál. Mindegy, hogyha kint nincs is szikrározó napsütés, de hogyha magas az UVB sugárzás, akkor a szemünket védi az erős UV sugárzás ellen, annélkül, hogy mi nekünk bármit is kellene csinálni, a lencse végzi a dolgát. És ma már az sem ritka, hogy antireflex réteg van a napszemüvegen. A szemüveg belső oldalán van egy tükröződésmentes bevonat, és a hátulról jövő fényeket teljesen kiszűri. Ez egy plusz komfortfokozat, és nagyon még tisztában lehet vele látni. Polárszűrő vagy nem polárszűrő, ez is egy fontos kérdés. Vannak, akik csak kifejezetten polárszűrőst keresnek. Viszont azt tudni kell, hogy a polárszűrő befolyásolhat folyadékkristályos kijelzőket. Az újabb típusú autókban head-up display-t nem lehet például vele látni bizonyos helyzetekben. Nagyon jó, akik vízparton tartózkodnak. Tényleg ez egy plusz szolgáltatása a szemüvegnél, hogy polárszűrős. Mire jó? Pont a szemből érkező vakító fénysugarakat szűri ki. Amikor napszemüveget választunk, több paraméter ismerete szükséges. Közülük a legfontosabbak a lencse szélessége és magassága, a híd szélesség és a szárhossz. Ezekkel pontosan meghatározható az a napszemüveg méret, ami illeszkedik viselője arcához, és a legnagyobb területen tudja védeni a szemet a káros sugaraktól.